Köszöntöm nézőinket! Speciális óvintézkedések mellett hétfőtől részlegesen újraindult hazánkban az egészségügyi ellátás. A COVID-19 járvány kedvező magyarországi alakulására tekintettel Kásler Miklós egészségügyi miniszter arról tájékoztatta az egészségügyi szolgáltatókat, hogy a mindennapi élet újraindulásának részeként korlátozásokkal, de május 4-től számos egészségügyi ellátóhelyen is visszaállhat a munkarend. Fontos feltétel azonban, hogy az orvosi vizsgálat csak telefonon, e-mailben vagy egyéb módon előreegyeztetett időpontban jöhet létre. Az elmúlt két hétben az alábbi tünetek közül valamelyik jelentkezette önnél: láz, nehéz légzés, köhögés, ízülés és szaglás elvesztése? Nem. Családban sem volt senkinek? Nem. A 2020. április 30-án kiadott kormányrendelet fokozott elővigyázatosság mellett lehetővé tette a szakrendelőknek a betegek fogadását. Jelenleg a járó beteg és a diagnosztikai szakellátások újraindítása történik. Fontos feltétel azonban, hogy az orvosi vizsgálat csak telefonon, e-mailben vagy egyéb módon előre egyeztetett időpontban jöhet létre. A rendelőbe kizárólag lázmérés után lehet belépni, odabent pedig biztosítani kell a betegek közötti másfél méteres távolságtartást. Az egészségügyi szolgáltatónak és a betegeknek is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az egyeztetett időpontoknak a betartására, a várokban töltött időnek és személyek számának a minimalizálására. A beteg szakrendelőbe érkezése előtt pré-triázs történik. Hőmérséklet mérése, higiéni és kézfertőtlenítése, maszk használatának az ellenőrzése, a járványügyi kérdőív kitöltése, melyet a beteg az aláírásával igazol. A paciens csak ezek után kerülhet a szakrendelőbe vizsgálatra. Óránként legfeljebb 4 beteget lehet fogadni, akik számára a szakrendelőkben kötelező a kézfertőtlenítés és a maszk viselése is. A szakrendelések esetében Kásler Miklós egészségügyi miniszter a hosszú távú távkonzultációs lehetőség megteremtését is szorgalmazza, vagyis meg kell teremteni egy olyan elektronikus szolgáltatást, amely lehetővé teszi a személyes találkozások nélküli kapcsolattartást a pácienssel és a szabályozást. Telefonos vizit lebonyolítását. A Szent Donát Kórház ezen feltételek mellett kezdi el fokozatosan, több ütemben a betegek szakrendelőkben folyó ellátását. Elsősorban a belgyógyászat, kardiológia, sebészet, radiológia, nőgyógyászat, endokrinológiai rendelések lesznek biztosítottak. A járványügyi szabályok betartása miatt több szakrendelés csak később indítja el a betegeknek az ellátását, mivel COVID-19 vírus tesztet kötelező végezni előtte. Az úgynevezett magas kockázatú szakrendelői beavatkozásoknál, ilyen egyebek mellett az összes fülor gégészeti, valamint az endoszkópos vizsgálat, a COVID-19 tesztelés és a negatív eredmény is előfeltétel a beavatkozáshoz. Ezen intézkedések mellett a Szent Donát Kórház dolgozóinál folyamatosan végzik a COVID-19 vírus gyors tesztelését. Ugyanakkor a várpalotai lakosság részére is elérhetővé tették a gyors tesztekhez való hozzáférést, melynek feltételeiről és a lehetőségeiről, valamint az időpont egyeztetéséről a kórház honlapján és a Facebook oldalán lehet tájékozódni. Három havi tiszteletdíját ajánlja fel a várpalotai képviselőtestület minden tagja a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került magánszemélyek és családok megsegítésére, jelentették be a hét elején Galambos Szilvia és dr. Dobos Tamás önkormányzati képviselők. Az alappal a városi költségvetés védekezésre fordított összegét kívánják kiegészíteni. Az alappal a városi költségvetés védekezésre fordított összegét kívánják kiegészíteni és specializálni. Galambos Szilvia önkormányzati képviselő az összefogás egyik indítványozója kiemelte, a koronavírus járvány az egész világot váratlanul érte, így fel sem lehetett készülni az új kihívásokra. Ez az a helyzet, amire senki nem tudott készülni, és a legtöbb családot ezért váratlanul is érte. A gazdaságot is váratlanul érte, és mind a megbetegedéseken túl a gazdasági helyzetükben is jelentős változásokat hozott. Vannak családok, akikben betegség miatt, vannak akiknek az állások elvesztése miatt, vagy más nehéz gazdasági körülmény miatt most segítségre van szükségük. Ezekre gondoltunk és fókuszáltunk elsősorban, amikor dr. Dobos Tamás képviselőtársammal
elkezdtük, kezdeményeztük, és a Fidesz frakcióban rögtön támogatásra is találtunk a kezdeményezésünket illetően a képviselői tiszteletdíjak lemondásáról. A Fidesz által delegált külső képviselőtagok is, akik a bizottságokban szakértőként vesznek részt, ők is mind rögtön első szóra csatlakoztak ehhez a felhíváshoz, úgyhogy én azt hiszem, hogy itt megint egy olyan összefogásnak vagyunk szemtanúi, amire méltán büszke lehet ez a város. A várpalotai képviselőtestület valamennyi tagja szinte egy emberként állt a jótékony célú kezdeményezés mellé, tette hozzá dr. Dobos Tamás önkormányzati képviselő, aki szintén indítványozója volt az alap életre hívásának. Minden egyéni választott képviselő, minden listás képviselő a meg az időtartalma szóval tiszteletdíjról lemondott és felajánlotta erre az alapra. Három olyan külső tag van, aki még nem nyilatkozott ez idáig, a körülbelül három hetes időtartam alatt még nem nyilatkozott. Reménykedünk benne, hogy majd ennek hatására fog reagálni erre a kezdeményezésre. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ebben a helyzetben a település is valamilyen módon reagáljon azokra a problémákra, amelyek felvetődhetnek mind családi, mind egyéni szinten. Ennek többféle megoldási módja van. Egyrészt, ahogy elmondta a képviselő asszony is, a védekezésre, a másik pedig a családok megsegítésére. Településünkön a Népek 2015-ös települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet jegyzi a végül is a támogatásokra a településen valamilyen szociális hátrányra küzdők támogatását. Ennek egyik fejezete a krízis támogatásról szól. A segítségnyújtás egy úgynevezett krízis támogatás keretén belül a családsegítő szolgálat koordinálásával valósul meg. Ez a támogatás ez több rendszer szinten képzelendő el, valakinek ez pénzbeli támogatást fog jelenteni, valakinek ez a családnál valamilyen élelmiszer csomagtámogatást fog jelenteni, és valakinél pedig, hogyha a családsegítő úgy ítéli meg, akkor a család gondozója fogja majd ezt az érintett összeget megkapni, és ebből az összegből akár a lakhatással kapcsolatos támogatásokat fogják tudni kifizetni. Dr. Dobos Tamás elmondta, a járványhelyzet velejárója az is, hogy a védekezési költségek fedezésére a kormány jelentős összeget, közel 50 millió forintot vont el a várpalotai önkormányzattól, a helyi gépjármű adókból befolyt összegből. A várpalotai testület felelősségteljesen gondolkozik, és szeretnének segítőkezet nyújtani minden bajba jutottnak. Ezt szolgálja a most életre hívott képviselői alap is. Szigorú biztonsági intézkedések mellett hétfőn országszerte megkezdődtek az érettségi vizsgák. Az idei magyar érettségin többek között a könyvek történetével, az olvasással, valamint a kódexekkel kapcsolatban is kaptak feladatokat a középszinten vizsgázók. A Turi György gimnáziumban 53 tanuló számolt be tudásáról az írásbeli érettségin. Az intézmény minden szakmai és közegészségügyi feltételt biztosította vizsga idejére. A Veszprémi Tankerületi Központ maszkokat és kesztyűket adott a pedagógusoknak. Várpalota város önkormányzata pedig egy ballagási csomagot és hímzett szájmaszkokat ajándékozott az érettségizőknek. Minden diákunk részt vesz az érettségiben, mindenki úgy érzi, értékeli, hogy ez egy fontos lépés, és a kormányrendelet egyébként le is írja, hogy ez egy teljes értékű érettségi, így azért itt nálunk az intézményben a tanulóknak közel 80%-a valamilyen felsőfokú oktatási intézményben szeretne tovább tanulni, így feltétlenül szükséges számukra a folytatáshoz egy jó és értékes érettségi. Ezt ebben a pillanatban én úgy gondolom, hogy teljesen üzembiztosan meg tudják szerezni. A pedagógusoknak is, hát végülis a nagy része, egy kollégát kivéve, aki betegsége és idős állapotára való hivatkozással felmentettünk a felügyelet alól. A kollégák többsége természetesen a gyerekek érdekében
ebben a feladatban, az érettségi vizsgának a lebonyolításában teljes mértékben részt vesz. Május 21-ig tart az érettségi, különböző típusú érettségi vizsgák lesznek majd még a magyaron, matekon és a történelmen kívül. Lesz a rajzos, földrajz, biológia, természetesen az idegen nyelvből német és angol is lesz választott. Az érdekesség egyébként az, hogy az intézményünkből több tanulói is emelt szintű érettségit fog majd tenni, azt viszont nem a mi intézményünk biztosítja, hanem az emelt szintet lebonyolító kormányhivatalon, megyei kormányhivatalon keresztül veszprémi iskolába fognak a diákjaink majd emelt szintű vizsgát tenni, akkor, amikor a többiek középszintű vizsgát fognak írni. Mai napon a beléptetése kicsit más volt, mint ahogy megszoktuk. A gyerekek maszkban léphettek be az intézménybe, és fertőtlenítő folyadékot tettünk a kezükre, hogy végül is igazándiból a kezük is sterilen jöjjön be az intézménybe, és utána pedig kis csoportokban eloszlódva, külön-külön maximum 10 fős befogadása alkalmas termekben kezdték meg a szírásbeli érettségit. Természetesen a veszélyhelyzet komolysága azért rányomja a találkozásra a bélyegét, de a diákjaink fegyelmezettek voltak, vidámak, a kollégák, amikor jöttek, akkor hát, tehát vidámak voltak, örültek a viszontlátásnak, igazándiból már nagyon régen, március 16-a óta effektíve fizikailag nem láthattuk egymást, bár természetesen voltak mind a diákokkal, mind pedig a kollégákkal online videós megbeszélések, órák tartása, azonban mégis az élő feeling varázsa azért ez így most háttérbe szorult. Én azt láttam most a gyerekeken, hogy nincsenek ettől a helyzettől megijedve. Szerintem a nagyobb stresszfaktor az, hogy itt most teljesíteniük kell, és hogy ez egy olyan külső megmérettetés, ami a többségüknek tétre megy. Én nem, ugye mivel nem kötelező a maszk használat, mi természetesen nem erőltettük egyedül a szótároknak a forgatásánál, kértük azt, mivel ez ugye biztosított, az intézmény biztosítja, kértük azt, hogy használjon a gumikesztyűt. Azon kívül a gyerekeknek a nagy többsége maszk nélkül és gumikesztyű nélkül írta meg az írásbelit. Természetesen a kollégáknak minden védőfelszerelést biztosítottunk, és így az érintkezést a minimalizálásra csökkentettük. Úgyhogy én azt látom, hogy volt egy kis feszült várakozás ezzel az érettségivel kapcsolatban az első nappal, de én úgy látom, hogy mindenki fegyelmezett, és az a fokozatos hát kinyitás, és hát okosan próbálunk megkommunikálni, és egymással hát végül is érintkezni. Ez most itt látszik, hogy ez jól működik. Szép Laki Emese úgy érzi, jól teljesítette az írásbeli feladatokat, reménykedik, hogy jól sikerült a mai vizsga. Bennem teljes mértékben kettős érzéseket keltett, hisz így legalább nem kell több száz tételt megtanulnunk, és így nem kell szóba felelni. Viszont nincs javítási lehetőségünk, ami nem jó, és ez az egyetlen egy szereplés van arra, hogy megmutassuk is, hogy mit tudunk, és amiért kapunk ügyjegyet. Ez a továbbtanulásban is jó is, meg nem is. Hát reméljük, hogy jól sikerült mindenkinek. Nagyon örültem, hogy végre újra találkozok az osztálytársaimmal. Nagyon sajnálom, hogy így alakult. Az utolsó évünknek az utolsó részét nem tudtuk együtt tölteni. Viszont nagyon nagy öröm volt őket újra látni, és ilyen kis segítség is volt, úgymond nekem, mert így felszabadultam egy kicsit. Hogy ők is ott vannak körülöttem, és nagyon jó érzéssel telt el. Búrján Áron csak a matek miatt izgul. Mivel úgy érzi, elég energiát fektetett a tanulásba, reméli, hogy jó eredménnyel tudja zárni az érettségit. Én elsősorban rövidítem neki, hogy meg fogjuk írni az írásbelit, mert a másik lehetőség talán az lett volna, hogy az évvégi jegyeket kapjuk meg, de úgy éreztem, hogy többet ki tudok hozni az írásbeliből. Annak meg pluszba örülök, hogy szóbelizni nem kell. És úgy érzem, hogy kellőképpen fel tudtam készülni otthon is az érettségre. Nagyon örültünk egymásnak, mindenki nagyon izgult, találgattuk, hogy mik lesznek a feladatok. Ugye beszélgettük Facebookon, hogy megküldözgettük egymásnak a segítséget, amiben tudtunk, de szóval nagyon jó volt újra látni egymást.
A Fallerban is az előírásoknak megfelelően zajlott az írásbeli érettségi, melyen 49 diák 7 tanteremben vizsgázott. Az intézményben nem csak végzős és a szakmai bizonyítvánnyal rendelkező 2 éves képzésben résztvevő diákok, hanem a felnőtt képzésben tanulók is teljesítették a feladatokat. A mai érettségi gyakorlatilag a szokott módon azért el tudott kezdődni, tehát a diákok ugyanúgy, ahogyan az előző években írásban adnak tanúbizonyságot a tudásukról, magyar nyelv és irodalomból. Ami különbség, hogy 9 órakor kezdődött, és hát fokozott óvintézkedések mellett kellett a termet megközelíteniük, illetve a teremben is a járványveszély megkívánta intézkedéseket meghoztuk, így kevesebb tanulóval, fertőtlenítő, készfertőtlenítő használatával, maszk, gumikesztyű segítségével zajlik az érettségi biztosításon. De a dolgozatok kiosztásánál voltam ott a termekben, a kollégáimmal, igazgatóhelyettes kollégákkal együtt tettük meg a dolgozatok kiosztását, mind a két részt. Igazából az első előtt az izgalmat láttam, hiszen mégiscsak az első nap érettségéje ez. Egy szokatlan világba csöppentek ezáltal a tanulók. Az izgalom mellett azért a kíváncsiságot. Amikor a második részét osztottuk ki, tehát a szövegalkotás vagy értelmezés részt osztottuk ki, akkor azért azt láttam, hogy mindenki dolgozott a maga erejéhez mértem. A Várpalotai Képesség és Tehetségfejlesztő Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium épületében 17 diák teljesítette az írásbeli érettségi feladatokat. A magániskola diákjainak zöme felsőoktatási intézményekben szeretné folytatni tanulmányait. Az elmúlt 4 évben alaposan fel tudtak készülni erre a nagy-nagy megmérettetésre, és bár március 16-ától kezdve úgy tűnik, egy online oktatásban kellett részt venniük, ez nem akadályozta őket a teljes körű felkészülésben. Vidáman, jókedvűen érkeztek az intézményünkbe. Nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy az összes vonatkozó járványügyi és egyéb előírásokat, ajánlásokat a diákok már érkezésükkor betartották, ezért külön megdicsértük őket, és természetesen a megérkezésük után a járványügyi előírásoknak megfelelően el tudták kezdeni az érettségit pontban, a meghatározott 9 órai időpontban. Ők is érzik, hogy ez egy egyszeri alkalom, nem csak azért, mert érettségiznek, hiszen ez már egy óriási stressz helyzetet, illetve egy óriási feladatot jelent a diákok részére, hanem azért is, mert egyéb más szabályozókat, előírásokat is be kell tartani. A diákok az érettségit úgy gondolom megfelelő tudással kezdték el írni, és a vidámságuk egészen eddig a pillanatig tart. Az ő számukra ez a helyzet, hiszen ugye jó részt csak írásbeli érettségig zajlanak ebben az évben, ebben az iskolában is. Ez a helyzet egy olyan jellegű kihívás jelent, amire ők fel tudtak készülni az elmúlt időszakban. Az irodalom érettségit a matematika, a történelem, majd az idegen nyelvi vizsgák követik. Jelen pillanatban a számok változatlanok. Várpalotán 12-en vannak hatósági karanténban, és 3 koronavírus fertőzött személyről tudunk. Itt most a tegnapi naphoz képest sem növekedés, nincsen sem csökkenés. Ez egy alapvetően jó szám. Nagyon remélem, hogy ez leginkább lefelé fog menni. Azt hiszem, hogy a mostani időszakra meghoztunk minden lényeges szabályozást, rendeletet, határozatot. Ezek szerint fogjuk tudni élni az életünket az elkövetkezendő hetekben. A hónapokat nem mondom biztosan, hiszen a kormányzat is mindig nézi a járványnak az alakulását, és ahhoz igazítja a döntéseket, mi pedig természetesen igazodni fogunk ezekhez helyben is. De most kialakult egy rendszer, ami szerint tudunk élni, és tudjuk működtetni az intézményrendszert is, illetve az üzletek is elkezdtek újra nyitni.
Továbbra is azt kérem a várpalotaktól, hogy a maszkot viseljék, tartsák a távolságot, tehát azokat az általános szabályokat, amelyek bevezetésre kerültek a járvány elindulásával egyetemben, ezeket tartsuk be, és meggyőződésem, hogy ezeknek a betartatásával, illetve betartásával egyensúlyban lehet tartani a járványt, és alapvetően normális módon tudjuk élni a mindennapjainkat, még hogyha teljesen nem is tudunk visszatérni a március előtti életünkhöz. De én bízom benne, hogy ez is meg fog előbb vagy utóbb történni, de az idei esztendőt azt egészen biztosan, hogy a járvánnyal, illetve a járvány tudatával együttesen kell végigcsinálnunk, és azokat az óvintézkedéseket folyamatosan be kell tartani, amelyekről az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sokat beszéltünk. Tehát a felhívás az óvatosan hagyd el otthonodat, erre szeretnék mindenkit felhívni. Használják a város zöld felületeit, a város környékének a zöld felületeit elsősorban. Rengeteg hely van Várpalotán, ahova ki lehet menni. Én ezeket részesíteném előnyben egyébként például a játszótérrel, vagy akár a fitness parkokkal szemben, de mindenkinek az egyéni döntése, és egyben a saját felelőssége is, hogy ezeket a szabályokat, illetve döntéseket hogyan hozza meg. Mindenkinek a legjobbat kívánom. Most pedig a gyerekeket várjuk a képernyők elé, ma a Melyik ér többet című mesét Kis Krisztófer mondja el. Sziasztok gyerekek, a ma esti mesénk a Melyik ér többet. Arra-arra lefelé, egy kicsit felfelé, Tiszántúl, Dunántúl, hol a kurta farkú malactúr, volt egyszer egy király, s annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira felcseperedett, hogy serkedezett a bajszuk, azt mondta neki a király, no, édes fiaim, most már menjetek, lássatok országot, világot. Elindult a három királyfi, három szép paripán, s mentek hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön keresztül, hol lefelé, hol felfelé, de mindig csak elfelé. Addig mentek, mendegéltek, míg egyszer csak egy rengeteg nagyvárosba értek. Kérdik a város végén egy fiútól, hé fiú, miféle város ez a falu? Feleli a fiú, hogy ez a Fehér Király városa. Megörültek a királyfik, hogy a király városába értek, mentek egyenest a királyi palotába, ottan is a király elé, s elmondták, hogy kik s mik ők. Örvendett a Fehér Király a fiúknak, mert erős barátságban volt az apjokkal. De hát még a királyfik örültek csak igazán, amikor meglátták a Fehér Király leányát. Sok szép lányt láttak a hazájukba, de ilyen szépet még sosem. Bezzeg közre fogták mind a hárman, kellették magukat, s ahogy a vacsorának vége volt, mind a három bement a király szobájába, és megkérték a leányát mind a hárman. Hát én most melyiknek adjam? Tépelődött a király. Hely, csak volna még két lányom. Mit csináljon? Egyiket sem akarta magára haragítani, hát azt mondta. Halljátok, fiúk, én most egyiknek se adom a leányomat, hanem menjetek tovább, s amelyik mához esztendőre a leghasznosabb dologgal tér vissza, azé lesz a leányom. Itt a kezem, nem disznóláb. A fiúk kezet csaptak, s még hajnalban útra kerekedtek. Együtt mentek, amíg egy nagy rengetegbe nem értek, itt az út három felé ágazott. Megegyeztek hát, hogy hárman három felé mennek, s majd esztendeikor találkoznak ezen a helyen. Elváltak békességgel, s ment kiki az útjára.
Sok országot bejárt mind a három fiú, mindent jól megnéztek, vizsgáltak, egy s más dolgot megvettek, aztán ismét eldobták, mert még többet érőre akadtak. Ha nem telt múlt az idő, vissza is kellett már fordulni, egy-egy dologban mégiscsak megállapodtak mind a hárman, s mire az esztendő letelt, visszakerültek abba a rengeteg erdőbe, ahol egymástól elszakadtak. Bezzeg, hogy mindjárt azt nézték, melyik mit hozott. A legidősebb mondta, nézzétek, én egy olyan messzelátó üveget vettem, hogy a világ végére lehet vele látni. A középső azt mondta, én egy olyan köpenyet vettem, hogy csak belé kell csongolyodni, és odarepít egy szempillantásra, ahova parancsolod. A harmadik azt mondta, én meg egy olyan narancsot vettem, hogy a halottaknak, ha még nem telt el a 24 óra, halála után csak az orra alá kell tartani, és egyszer csak fölébred. Ahogy ezt mondják egymásnak, a legidősebb belenéz a messzelátóba, s hát Uram Jézus csak kiejti a kezéből ilyetten. Talán bizony valami rosszat láttál? Kérdették a testvérei. Jaj, ne is kérdezzétek! Halva fekszik a király kisasszony. Belenéz a másik kettő a messzelátóba, s hát sok ugyan igaz, halva feküdt a szép király kisasszony. Hamar, hamar! Kiáltott a középső fiú. Bújjatok a köpönyegembe, egyszeriben ott leszünk, s hát ha még fel lehet támasztani. Belepújtak a köpönyekbe, s hopp, már ott is voltak a király palotájában. A legkisebb királyfi eléveszi a narancsot, a király kisasszony óra alá tartja, s lám egyszeribe felpattan a szeme, mosolyog a szája. Na volt, nagy öröm voltam, de nem sokáig, mert a királyfiak összevesztek a leányon. A legidősebb azt mondta, engem illet, mert én láttam meg, hogy meg van halva. A középső azt mondta, az bizony megláthattad volna, ha nincs az én köpönyegem, még most is az erdőbe volnánk. Engem illet a leány. Ugye? Mondaná a legkisebb. Hát aztán mit értünk volna azzal, hogy az egyik meglátta, a másik ideröpítette, ha nincs az én narancsom. Nem tudott igazságot tenni a király köztük, össze kellett, hogy hívassa az ország bölcs embereit, hadd tegyenek azok igazságot. Ezek aztán összeültek, 7 nap, 7 éjjel tanácskoztak. Az egyik erre beszélt, a másik arra, míg a 7. éjjel mégis megegyeztek, hogy a legkisebb királyfit illeti meg a király kisasszony. Ebben megnyugodtak az idősebb fiúk, és úgy járták a Kálai kettőst az öccsük lakodalmán, hogy döngött belé a palota földje. Egyszer csak a nagy vigasság közbe eléveszi a legidősebb fiú a messzelátóját, és belője kukkint. Gyere csak, gyere, mondja a köpönyeges öccsének. Nézd bele, s mit látsz? Látok, mondja ez, 2 szép lányt, olyan szépek, mint 2 ragyogó csillag. No, ha látsz, bújjunk a köpönyekbe, s nézzük meg őket közelebbről. Még meg sem gondolták jól, már ott is voltak. Az ám király leánya volt az a 2 leány is. Megkérték a kezüket, adták, vitték a köpönyekbe. Meg sem álltak hazáig. Hazaértekkor az öccsük is a feleségével. Még csak most volt a víg lakodalom, a sánták is rúgták a port, ahogy tudták. Táltányér elég volt, ételital kevés volt, mégis minden jó volt. Jó éjszakát, gyerekek! Rálelhetsz az igazságra. Segíthetsz másokon, másokkal. Őrizheted az értékeket. Jelen lehetsz, megújíthatsz. Kiléphetsz a megszokottból, része lehetsz a történetnek. Keresd, bízz, cselekedj. Melletted leszünk, lélekkel, ismerettel.
A Magyar Művészeti Akadémia portré sorozatában olyan akadémikus és más művészek, művészetelméleti szakemberek életútjába, gondolkodásába nyerhetnek bepillantást, akik jelentősen befolyásolták, alakították a magyar művészeti életet. Az MMA megbízásából készült 52 perces alkotások közül ma Dávid Gyula filológus munkásságával ismerkedhetnek meg. Ezzel megköszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra! március 7-e 15:30, 15:32, 15:33, 15:34, 35 perc. A legjobb Erdély téren kevesen laknak. Nagy tér, igaz, de húzatos is. Mindenféle ostobaság fúj át rajta. Kevés mesterem és barátom él ott. A többiek különféle negyedekben, vagy éppen a külvárosban. Az állomáson túl, ki tudja merre. Én divatba jöttem, mert hát azért azt mondtam, hogy kevés olyan 90 éves találnak, aki még két mondatot értelmesen el tud mondani. Néhány mondat a szabadságról. Dávid Gyula irodalomtörténész portréja. A filológus Dávid Gyula a magyar szellemi élet azon nagyjai közé tartozik, akik hosszú és termékeny életük munkáját a magyar irodalomnak szentelték, és szentelik ma is. Az erdélyi magyar íróknak, a tényeknek és a tudománynak, a művelődésnek, a többszörösen megszakított történelmi folytonosság helyreállításának. 92-től, amióta ez az új Polisz könyvkiadó megvan, ennél a kiadónál közel 300 könyv jelent meg, amelyik közül mindegyikhez volt közöm. Na most a Kritériumnál biztosan volt még 300. És hát így jutott eszébe valakinek az, hogy hát az én számomra is összeszedjenek egy ilyen tisztelgő kötetet. Aztán a kedves az volt az egészben, hogy a könyv még nem volt sehol, amikor augusztusban, mert én augusztusban születtem, augusztus 13-án, és kint voltunk a tanyán. És hát a család volt ott összejöve, de egyszer csak megjelentek négyen vagy öten innen Kolozsvárról, akiknek része volt ennek a kötetnek a megszerkesztésével, kiállításába, és hozták az első példányt. Igen, van Erdélyben egy ember, akinek nem lehet megkérdőjelezni életderűjét. Ott van az arcán, a tekintetében, a tartásán. Mitől ragyog a fény az arcán, a tekintetében? Mit keres egy derűs ember ebben a mi, kisebbségi sorsba taszított világunkban? A megélt, nyomorúságos sorstól lehet-e derűs valaki? Vagy a különböző méretű, különböző létszámú celláktól, vagy a Duna csatornánál eltöltött évektől.
Dávid Gyula csak is a megélt élettől lehet derűs. Egyenes, szálfa, még 90 évesen is. Ha én róla beszélek, akkor a szerkesztő jut eszembe először. De itt ülünk abban a teremben, amelyben a tanári pályádat kezdted voltak éppen. Hát nekem az az érzésem, hogy én is a szerkesztő mellett kötnék ki. Tudnilik, tavaly számoltam össze, hogy 50 évet ültem a szerkesztőségi íróasztal mellett, és ez alatt az 50 év alatt rengeteg olyan helyzetbe kerültem, amikor kéziratoknak a minőségi sorsán kellett dönteni, és nálunk a családban is az irodalom az nagyon, nagyon előkelő helyen volt. Édesanyámnak a családjába három nemzedékig felmenően mind irodalomtanárok voltak. Nagyapám Hódmezővásárhelyen tanár, majd igazgató a Református Kollégiumban. Dédapám itt a Kolozsvári Egyetemen a nyelvész irodalom tanszéken volt professzor egy darabig. A szülőfalumban román elemibe jártam, nem volt magyar iskola, akkor szüntették meg az előtt való évben a magyar iskolát, és magyarul édesanyám tanított írni, olvasni, Petőfi aranyversekkel és Benedekelek mesékkel. Tehát az irodalom iránti vonzalom az itt kezdődött. Édesapámnak pedig nagyon jó könyvtára volt, pláne a magyar világban négy esztendő alatt akkor nagyon sok jó könyvet be lehetett szerezni. Hát többek között megvolt a Magyar Élet, a Püskiféle kiadónak szinte minden könyve, azt hiszem, hogy előfizetett rá. Valahol az az érzésem, hogy az én világnézeti fejlődésemre, vagy félrefejlődésemre is, hogy pontosabb legyek, ez az olvasmány élmény, tapasztalat, ez eléggé erős hatása volt. Tehát azok a szociális problémák, amiket az a régi Magyarországgal kapcsolatban a népi írók felvetettek, és amiknek a megoldását a szocializmus első szakaszába legalábbis elméletbe ígérte, hogy gyakorlatilag más lett belőle, az más. Most abban az időben, amikor én az egyetemet elkezdtem, 1947-ben, akkor az évnek a legnagyobb részét én a könyvtárba töltöttem. 56-ban pedig, miután az aspirantúra időszaka lejárt, a dolgozatom még nem volt ugyan készen, akkor szeptemberben kineveztek ide az egyetemre, a Magyar Irodalom Tanszékre tanársegédnek, Varró Jánost, akivel együtt voltam aspiráns szintén, és pontosan ebbe a terembe volt a Magyar Irodalom Történeti Tanszéknek, itt volt a könyvtára ebbe a szobába, és a szomszéd szoba volt, egy kis szobácska, az volt a tanársegédi szoba. Tehát egy kicsit most itt itthon érzem magamat. Soha nem hallottam őt senkiről a gyűlölet hangján szólni. Még a fogvatartóiról is nyugodt, tényszerűséggel tudott beszélni, pedig általuk nagyon megtiporta az élet. De talán az akkor edződött erős életigenlése állította meg a testi-lelki-szellemi öregedését. Hát itt 70 óta lakunk itt. Akkor, amikor a kritérium megalakult, és én legális állampolgár lettem ismét, akkor utána kaptuk a lakást. Az volt a Páskán Diék lakása, az első emeleten az a sarokszoba, amikor Páskán Di Géza ide került a kritériumhoz, akkor itt kapott ő is lakást, különben átellenben van a mi lakásunk, a börtönben is elég sokat voltunk együtt, és azután is egészen a haláláig. Kiváló ember volt. Thank you.
Szóval 1957. március 19-én, több hónapi nyomon követés után egy kolozsvári cukrászdából vittek el, amelynek a diákok attól kezdve a botrányos nevet adták. A legenda vize ekkor kezdett jéggel bőrödzeni, vékonykán még, de egyre vastagodva. Kitaláltam azt, hogy hát magyar irodalom órákon a másodév magyar szakot, amelyiknek én különben a tanár felelőse is lettem, elvittem ilyen irodalomtörténeti sétákra. És közben volt már a forradalom is, de mi jártunk azért ki a temetőbe. A diákság akkor mindenképpen kereste azt, hogy hol fejezze ki a szolidaritását a forradalommal. És ekközben adódott, azon kívül, hogy órákon felálltak és egy perces néma csenddel adóztak a forradalomba elesetteknek, azon kívül, hogy fekete szalagot viseltek a hajtókájukon, meg minden, nagyon kapóra jött az, hogy itt van egy ilyen ötlet, hogy menjünk ki a temetőbe. Fogcsikorgató türelemmel, összeszorított szájjal, Krisztus követő bús próbálkozással, majd dacsal, lobbanóval, folytott igével és visszanyelt szóval, tenyérrel, mely sima örökké, csak a zsebben szorul ököllé, keserű, tehetetlen nevetéssel, békülve meg akármi rendeléssel, nem csodálkozva már, és csodálkozva mégis, hogy rajtunk ez is, az is megesett. Hordozzuk, testvéreim, ezt a hordhatatlan, kínszenvedést virágzó életet, ahogy lehet. Érdemes ide kijönni, mert itt ezen a környéken van több olyan író, akikkel a másodév magyar szaknak a 18.-19. századi kurzusa során a diákok találkoztak. Itt egy kicsivel lennebb van Kriza János, a volt unitárius püspök és a népköltészeti gyűjtő. Itt ezen az oldalon lennebb van Szent Iványi Mihály, aki az erdélyi reformkornak szintén egy jelentős személyisége, költő volt. Kicsivel hátrébb van Brassai Sámuel, aki közel 100 évet élt, és hát rengeteg tudományágba volt otthonos, különösen filozófiától a matematikáig bármibe, és itt van még Újfalvi Sándornak, az emlékírónak a sírja, síremléke, aki szintén az erdélyi reformkornak az egyik ismert erdélyi személyisége volt. És nekem a célom akkor az volt, hogy valahol közvetlen kapcsolatot lehessen teremteni a temető és az egyetemi oktatás között ezekkel a sírokkal, amelyek akkor hát nem voltak ilyen szépen kipucolva. Amikor mi elkezdtünk a temetőbe járni, akkor még a forradalom nem volt sehol. Hát mire november 1-ére jutottunk, akkorára halottak napja küszöbére már nagyon fogékony volt a diákság. A feleségemnek volt egy megérzése, azt mondta, hogy ne menj ki, mert baj lesz. Mondom, éppen azért megyek ki, hogy ne legyen baj, mert ha én ott vagyok, akkor vigyázok rájuk. Na most, ez itt ebben az esetben működött is, mert az egész útvonalon mi sehol nem beszéltünk, nem hangzott el egyetlen hangos szó se, kivéve a dzsidasírt, ahol a dzsidasírnál valamelyik a diákok közül felolvasta azt a kis verset, ami a dzsidasírjára fel van írva, és aztán lefele menet, amikor már vége volt az egésznek, és mentünk haza, és akkor már ki volt ürülve a temető eléggé. És mi ott álltunk lent a bejárattól egy kicsivel fennebb, összevártuk egymást, és akkor egy érdekes dolog tűnt fel nekem, hogy volt a közönség, aki ment haza a temetőből, a hozzátartozók, a családtagok, nem tudom mi, és voltak ott ilyen állingáló alakok. És akkor mondom az egyik gyereknek, vagy az egyik diákomnak, hogy nézd, ilyen érdekes, mondom, mert olyan, mint amikor a zápor után
lefut a víz, és ott maradnak a kövek. A víz lefut, és a kövek maradnak. Na most ez románra lefordítva azt jelenti, hogy Apát Recse Pietrele Römön, ami a vasgárdistáknak volt az egyik jelszava, és román vonalon teljesen más akusztikája volt az egésznek. Különben ezek között az álingálók között nem is csak szekusok voltak, hanem ezt utólag derült ki a dossziémból. A dossziémben találtam meg azokat a nyilatkozatokat, amiket a kolozsvári pártiskolának a diákjai írtak, akik ki voltak vezényelve segédcsapatoknak a Securitate mellé, és akik hozzá csapódtak egy-egy csoporthoz. Hát a Reményik Sándor sírjához aztán végül is nem jutottunk el, tulajdonképpen szándékosan nem, mert Reményik egyrészt nem tartozott a 18. század, 18-19. Századi témához, másrészt pedig Reményiknek a személye és a költészete olyan volt, hogy az politikailag helyből támadható volt. Abban az időben Reményik versekért, hogyha valaki Reményik verskötetet rejtegetett és feljelentették, akkor azért börtön járt. Tehát én szándékosan nem jöttem erre felé a diákjaimmal, viszont a diákok, akik nélkülem jöttek ki, Bartis Ferencnek a vezetésével elszavaltak Reményiknek egy versét, Bartis egy saját versét elmondta, és utána elénekelték a himnuszt. Széttépve és összetörten, győzelmektől meggyötörten, már magzatként bajba ölten, vándor bölcső temetőkben, és mégis élünk. Hogyha sírunk, kiröhögnek, hogyha kérünk, fel is kötnek, hogyha küzdünk, odalöknek történelmi kárörömnek, és mégis élünk. Magyar, szavad világ értse, anyanyelvünk létünk vére, anyánk szíve tetemére átokzódult. Vége, vége, és mégis élünk. Tudtam azt, hogy Bart is benne van a szórásba, de amikor aztán a tárgyalásra került a sor, akkor Bartis is ott ült mellettem a vádlottak padján, a ketrezbe. Másik oldalt pedig Páskándi Géza, akiről végképp nem tudtam, hogy ő mit keres itt. Nagyon meglepődtem, amikor ott láttam magam mellett, aztán menet közben lassan kiderült, hogy miről van szó. Hát Géza nem a temető miatt volt, hanem ennek a diákszövetségi programnak az okán. Tudnilik, azt Várhegyiék neki is megmutatták, és Géza nem csak, hogy hívják volt, nem csak, hogy ismerte ezt a szöveget, hanem hozzá is szólt, sőt, volt egy kiegészítése is ehhez a diákszövetségi tervezethez, hogy mi mindent kell még belefoglalni. Ennek következtében Géza is bekerült, de hát végeredményben Páskándi Gézának a letartóztatása az igazából az írótársadalomnak szólt, a fiatal íróknak, akik hát itt 56 nyarán a romániai irodalmi életben a szocialista realizmus elleni harcnak eléggé az élvonalában voltak. Igazat dalolok jótét hülyék ellen, s róka tekintetek vizslatják a mellem. Igazat dalolok, jaj, én megcsalódtam, legényes, leányos álmokban halódtam. S mégis, mégis bennem él a remény, hogy az igazság nem tünemény. Engem tekintettek, tettek felelősnek az egész temetői tüntetésért, tehát úgy nézett ki, hogy én szerveztem meg ezt az egész nagy akciót, és engem 57. március 12-én letartóztattak, akkor már egy ilyen dokumentáció állott a rendelkezésükre, és erről a platformról, sőt, sokkal fennebbről
kezdődött az én kihallgatásom, az első kérdés az volt, amit a kihallgató tiszt feltett, hogy hát ugye benne voltak az papírjaimban az, hogy szeptemberben Budapesten voltam, hogy mikor jöttem haza Budapestről, mikor találkoztam utoljára Nagy Imrével, és milyen utasításokat kaptam tőle. Innen kezdődött a licit lefelé. Hát a legenda az úgy hangzik, hogy itt a házsongárdi temetőben november 1-én, halottak napján több ezres tömeg gyűlt össze itt a Hősök temetőjénél, és aki leírta ezt a visszaemlékezésébe, az azt írja, hogy én is ott voltam elég messze attól a helytől, ahol Dávid Gyula beszélt, nem értettem, mit mondott, de nagyon jól mondta, mert a közönségnek nagyon tetszett. Utána viszont elénekeltük a himnuszt. No most, ez annyira nem igaz, hogy én a Hősök temetője környékén sem voltam azon az estén. Átgondolt forgatókönyve volt az 1956-os romániai események megtolásának. Egészen 59-ig foglalkoztatta a Securitatét, és megszilárdította a Ceausescu hatalmát. A román pártvezetés a magyar események hatására azonnal lezárta a határokat, elrendelte a posta cenzúrát. Megkezdték a gyanús elemek, főként a diákság megfigyelését és kihallgatását. És volt egy gyűlés, ez 58 nyarán, még a tanév bezárása előtt, amelyiken, hát ilyen tetemre hívásszerűen került sor Péter Fírénkére, aki őszintén nyíltan megmondta, hogy igen, ő rokon szenvedett a forradalommal. A másik, aki ezen a gyűlésen került célkeresztbe, az Vastag Lajos volt, egy harmadéves történész, akinek a gyűlésvezető aktivista azt a kérdést tette fel, hogy ha októberben a magyar forradalom alatt neki fegyver van a kezébe, akkor mit csinál vele? Erre Vastaglai körülnézett, és azt mondta, hogy fővel öttem volna magam. Erre jött egy óriási nagy taps, és kifütyülték a elnökséget, ez volt az a híres füttyös gyűlés, amelyiknek a végén Péter Fiirénke is bekerült ebbe a varróék által dominált csoportba, ő kapott 10 évet, Vastag Lajos kapott 8 évet a bemondásáért, és azon kívül hozzájuk csapták Pál Lajost, aki abban az időben Péter Fiirénkével volt nagyon jóba, és Irénkétől kapta meg az Irodalmi Újságnak azt a számát, a november 2-i számot, amelyikben megjelent Illyés Gyulának a verse, az egymondat a zsarnokságról, és amelyit Lajos lemásolt és úgy adta vissza. Lajos ezért kapta a 6 évet. Szeku cellája. Két betonágy, egy betonasztal, két szalmazsák és egy pokróc. Pokróc, a szalmazsákot le lehetett hajtani este 10 óra után, reggel 5-ig. Úgy kellett feküdni, hogy kezet, arcot eltakarni nem szabadott. Tehát csak hanyottan vagy az ajtó felé arccal feküdni. A rendszert meg akartuk dönteni, szerintük. 17 évesen nagy veszélyt jelentettünk egy gimnázista iskolapadban. 48-as, 49-es emlékművet koszorúztuk meg Sepsiszentgyörgy partjában. És ebből aztán kerekedett egy szervezet. És 98 évet kaptunk, 9-en. És azóta minden 10 éves, 20, 30, 40-es, most jövő hónapban a 60 éves találkozó, mi is ott vagyunk. Már aki életben van közülünk. Így. Középiskolás voltam, 10. osztályos.
hallottunk így felnőtt beszélgetésekből a 56-os magyar forradalomról. Volt egy a bent lakásban, az internátusban egy nevelő tanár, Dénes Csaba. Este elment rádiót hallgatni valahol a faluba, és elmondta, hogy mit hallott. Így értesültünk mi részletesebben a Magyarország eseményekről. Elhatároztunk négyen, hogy átmenjünk a határon. Naív gyermek elképzelés volt, nem tudom milyen hős lett, mert ha meggondoltuk volna, tudhattuk volna, hogy nem lesz sikeres az út. November 9-én mentünk át, március 11-én letartóztattak, most sem tudom pontosan megnevezni a személyt, akire gyanakodok. Akkor letartóztattak, és március 15-én visszaadtak Romániába. Még a határállomáson oda tettek, hogy toljuk meg a rossz kocsiját a határőröknek, amivel visszahoztak. Igen, hát itt van az a versem, amelyik a elítélésem fő vádpontja volt. Az a címe október 23, és azért érdekes, mert ez akkor született, tehát nem utólag évekkel, hanem akkor a magyar események idején. Felolvashatok? Október 23. A népek Dávidja Góliátra támadt, megrázta Olmos szolgaláncait. A hord bálványra sújtott, s robajjal zuhant, hazuk tekinté hála itt. Akit temettek, tudta a sorsa. Az elgázó kislánynak. De érdekel, hogy hova jut. Nos, ez volt az a ver, ami hát azért került a Securitate látókörébe, mert november 3-án volt Székely keresztúron az egyik tanártársamnak a esküvője, és tudjuk, hogy november 4-ére viradólag vonult be a szovjet hadsereg Magyarország ellen. Mert hallgattuk egyfolytában lakodalomba is a híreket. Ma 1956. november 4-e Károly napja vasárnap van. Jó reggelt kívánok! A pontos idő 5 óra 20 perc. A meteorológiai intézet jelenti. Budapest felett az égbolt borul, szélcsend van, a hőmérséklet plusz 5 fok. És amikor elhangzott Nagy Imrének az ismert megszólalása, akkor minden elhallgatott. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar, demokratikus kormányt. Megkértek, hogy olvassam el a vers, ott volt nála. Elolvastam abban a gyászos pillanatban a verset, és utána elénekeltük a himnuszt, és a Székely himnuszt, és szétoszlott a társaság. Többet már nem volt senkinek kedve mulatni. Ha éltél eddig füllett izgalomban, hogy lelsz-e lényt, akiben irgalom van és eltemet, most boldogan nyugodj meg. Van férge földnek, rovar a rögöknek, kik fantasztái valami öröknek, s födetlenül nem hagynak, ne rettenj, mert nem marad itt senki temetetlen. Megláttam a csajkába, ilyen négyszögű katona csajka volt, a lávásban valami olyan dolgot, hogy megundorodtam, hogy a hideg kirázott. Gyula azt mondta nekem, hogy edd meg öcsém, mert nem lesz semmi bajod, ha nem eszed meg, megdög lesz. A Robilennek egy érdekes értéke,
hogy az emberek egy különleges lelki világgal rendelkeznek. Úgy nézünk egymásra, mintha közeli rokonok lennénk. Romanokkal is. Volt egy idő aztán, ahogy bezsúfolódott a börtön, egyre több volt a letartóztatott, akkor már volt olyan, hogy ketten aludtunk egy ágyba. Amikor én ide kerültem, akkor még csak hárman két ágyba. Ebbe a 120-as szobába, az első emeleten, azt számára már nem emlékszem, abba kerültem én össze aztán Páskándi Gézával, László Dezső református lelkésszel, aki a Farkas utcai egyházközségnek volt a papja, különben édesapámnak teológuskori barátja, és amint kiderült, amikor mi még gyerekek voltunk, akkor ők ketten megegyeztek, hogy amikor nagyok leszünk, akkor én majd elveszem a Dezső bácsi leányát. Persze ebből nem lesz semmi, én nem tudtam erről, csak itt Szabosújáron a börtönben tudtam meg. Mosolyogva találkozunk? Kérem, igen, hát feltétlenül. Hát az ember a bűneinek a színhelyén, amikor újból megjelenik 30 év után. Aztán inkább a, mondjuk a szép dolgok jutnak az eszébe. Voltak olyanok? Hát voltak szép dolgok, például itt ez az épület, amelyikkel itt most én állok szembe, ez a Martinuszi kastély. Az 1540-es években épült, és Erdélynek a legépebben maradt reneszánsz kastélya. Ez az a kápolna, amelyikben Jókai is megfordult 1877-ben. Hát én ott kerültem össze Gyulával, visszerelő csapatba. Hogy került oda egyetemi segédtanár létére? Gyulának valóban irodalom történelme. Aztán kérésre a magyar klasszikusok egy-egy regénye, vagy az életéről egy klasszikusnak sok érdekes dolog. Volt olyan is, pont a Puskás csoporthoz tartozó Kovács Gyula, aki szám matek tanár, de közgazdasági leckéket tartott. Én ott tudtam meg, hogy mi a pénz. Na, hogy alakulnak ki ezek a mamutvállalatok, hogy uralják az egész világot is ma már. Ugyancsak itt a szamosújvári nagy szobában, itt volt például egy bukaresti opera rendező, aki operákat mesélt, persze nem csak úgy egyszerűen a történetet, hanem rendezői momentumokat is, öltözetet, díszletet, jó meséket tudott hozzá keríteni. Ebbe a képletbe tartozott bele Páskándi Géza, amikor kikerültünk a Deltába a gátépítéshez, ott úgy alakult, hogy engedjük, hogy ő folyton talicskázzon, mi pedig lapátoljunk, mert amikor ő talicskával megy fel a gátra és jön vissza, akkor ő remekül tud gondolkozni. Nem igaz, hogy rácsarapság, hanem az igás szolgaszégyen. Hogy csövön kopogsz és ülsz a pritsen, mert távíród se könyved nincsen az atomszázad közepében. Az igazi börtön történetei azok aztán utána születtek meg, amikor hazakerült, amikor egy ilyen sajátos fajtájú irodalmi prózával, az úgynevezett, ő nevezte abszurdoidokkal, egy csomó mindent meg tudott írni azokból a léthelyzetekből, amik odabent voltak, és amikre vonatkozólag, hát aláírtuk annak idején a szabaduláskor, hogy ezekről nem beszélünk. A nyúl mi atyánkja rövid, az ámen előtt lelövik. Itt azonban ketrecben és ketrec körül folyt a vadászat. A vadász a ketrecen túlról lődözött az állatok, rab emberek közé. Cellába rohanó verőlegények, meg a többi. Akit s ahol éppen értek. Céljuk a teljes és általános megfélemlítés. Hogy még a szabadság színét, ízét is felettesse, a vér íze és színe. És minden lázadás frissítő illatát.
Odma teljesítésnek egy levelező lap volt az áda, amiből két hetvél hazudul, 5 kiló élelmet és 400 cigarettát. De ez nem csak azt jelentette, hogy írtam egy levelet, és kaptam egy, azt is, hogy élek, hogy egészséges vagyok, mert dolgozom. Hány ezer emberről nem tudtak semmit. Szomorú az volt, amikor elküldted a levelet, és nem jött csomag. És aztán elveszett a lap, ugye mindig kifogás keres az ember, jött a második, arra se jött. Mert nagyon sokan váltak el. A kint maradt feleség, hát gyerekük volt, vagy gyerekeik voltak, hát hogy éljenek meg, ha a nőt kidobják az állásából? Mert ha nem vallott el, akkor kitették. Még takarítónőnek se vették fel. Soha nem felejtem el, egy nagybánya környéki sváb tanító volt, felettem aludt. Én az első emeleten, ő a másodikon aludt. Kihívták, este, miután vége volt a munkának, elmagyarázták, ne itt a válló papír, alá kell írni három hely, vagy két hely. Visszajött, felmászott az ágyra, lefeküdt, egyszer kezd remegni az ágy, mert hát vaságyak voltak, s azok bizony, a legkisebb mozgást is átveszik, sírni kezdett. Megbolondult, megörült. Ember volni. Ember, ki arra kényszerült, hogy a világtörténelem leghosszabb századában éljen, leghosszabb, pedig még háromnegyed eset telt el. Ha ember volnék, mondom, szereznék egy talajgyalut, hogy kényelmes leszálló pályát készítsek. Eljövendő kényszer leszállók. Meg aztán ki tudja, milyen magasra jut el egy-egy gyaluforgács? Kicsi gyerekkorom óta szokás volt az, hogy nagymamám, aki elég korán özvegyen maradt, az unokáit minden esztendőben összegyűjtötte. Hódmezővásárhelyen ott volt egy szép nagy öreg ház, nagy kerttel, és nagyon szerette a gyerekeket ott maga körül. Tehát mi haton voltunk testvérek, de az összetartozás tudata az egész családra kiterjedt. Elég sokat vagyunk fenn a tanyán, a Hargita alatt, ott a 6 dédunokával. Az nagyon jó terápia mindenképpen az embernek, hogy fiatalokkal legyen együtt, és egyébként is, szóval... Én úgy érzem, hogy érdemes. Szeretem most is azt az életet, amiben vagyunk. A 7 évemet leültem. Kétszer lett volna alkalmam rövidíteni rajta, mind a két alkalommal azon az áron, hogy vállalom, hogy beszerveznek a Securitatéra ügynöknek, és én számomra akkor valahogy ez egy olyan rettenetes, az első, egy olyan rettenetes érzést támasztott, egy pillanatig sem gondolkoztam azon, hogy igent mondok rá, pedig a feleségem negyedik hónapos állapotos volt, amikor engem elvittek,
és volt egy kislány, aki már 4 éves volt, tehát családilag is lehetett úgy tekinteni, hogy zsarolható volt az ember, és nyilván erre is gondoltak. Nekem akkor, amikor legelőször föltették ezt az ajánlatot, akkor az az egy dolog jutott eszembe, hogy Istenem, mit követtem én el a kihallgatások alatt, hogy rólam feltételezik azt, hogy egy ilyen ajánlatot elfogadok. És ez egy olyan sok volt az én számomra, hogy abszolút mértékben megvédett még a gondolatától is annak, hogy én most itt igent mondjak. Mikor hazakerültem, már vízvezeték szerelői státusba, és akkor látogatott meg otthon a lakásunkon, egy persze civilbe, de a feleségem rögtön leigazoltatta, és mikor előhúzta az igazolványát, akkor terült ki, hogy egy szekuritát és hadnagy, aki felajánlotta azt, hogy hát azt mondja, mi tudjuk azt, hogy maga nem ezt érdemli, maga sokkal okosabb ember, nem vízvezeték szerelőnek való, meg nem tudom miféle, és hát mi tudunk segíteni azon, hogy visszakerüljön a régi környezetébe. És akkor azt mondtam, mert ilyenkor mindig az a nehéz, hogy az ember mivel hárítsa el, ami a lovagiasság szabályai belül van. Engem nagyon zavarna az, hogyha azzal a tudattal kellene élnem, hogy nem azért kerültem vissza, mert megérdemlem, hanem azért, mert maguk segítettek. Ne segítsenek nekem, jó? És akkor ezzel a pasas megértette, megírta azért, hogy nuje kázul, ezzel az emberrel nem lehet beszélni, és akkor maradtam tovább is egy darabig a vízvezeték szerelőknél, aztán lettem irodalmi maszek, és aztán utána kikötöttem a kritériumnál, s a többi az világos. És ott a térterecskén minden ablakban Isten könyököl. Egy emeletes Isten album, nem más. Itt lakik egy ember, akit sokszor nehéz megértenem, de mindig becsülök. Ha azon a terecskén csellengek, mindig meglátogatom, és Isten integet olyankor. Egyszer talán én is oda költözhetem, és akkor szomszédok leszünk. Hát, több körív körbeért, hogy úgy mondjam, így ahogy hallgattalak meg, ahogy beszélgettünk. Az egyik ez, hogy ugye itt ülünk abban a szobában, ahol kezdtük a beszélgetést. A másik az az volt, hogy a megismerkedésünk, hogy miért ülök én itt, és nem ül más itt. A kritériumhoz kerültem, te már úgy jártál oda-vissza, mint Kóibré. Hát nyugdíjasként, mert én 92-ben nyugdíjas. De hogy a számomra mi voltál te, az arra figyeltem. Főnököm is voltál a polisznál. De persze ennél sokkal többről van szó. És itt van előttem egy éppen a polisznál megjelent könyv, Elődök nyomában, kortársak közelében, és az is megfogalmazódott bennem, hogy sokféle időt megértél te. Kommunizmust, vagy amit annak neveztek, zsdanovizmust, börtönt, tudatcsatornát, és ezt a felszabadulást, átmeneti időszakot, demokráciát, akármicsodát, aminek voltak persze szép pillanatai, ugye tavaly dr. honoris causa lettél ezen az egyetemen, de közben azért keserűséget is érzek a felszabadulás miatt a lényedben, hogy a kultúrával való viszony, az állam és kultúra viszonyában. Berde Máriának van egy mondása, amit én sokszor idéztem, és az az érzésem, hogy a kisebbségi helyzetben ez lehetne egy jelszó, hogy tedd a hasznos lehetőt. Amiben a hasznoson is és a lehetőn is egyforma hangsúly van, és mind a kettő rendkívüli felelősséget is jelent ugyanakkor, mert hogy mi a hasznos,
azt nyilván nem az én személyes viszonylatomba kell meghatározni, hanem egy nagyobb összefüggésbe. Tehát egy közösségnek a része vagyok, és azt, amit én csinálok, azt valahol mindig ahhoz kell mérni szerintem, hogy annak a közösségnek a helyzetében az jelente valamit, szüksége van rá vagy nincsen, és a másik csapdahelyzet az a lehetőbe van, mert a lehető az felmentést jelenthet a kompromisszumok lejtőjén, és ugyanakkor azt is jelenti, hogy felmérni a maximumot, amit egy adott helyzetben csinálni lehet. Abszolút tisztára mosva káder szempontból kerültem 69 végén arra a listára, amelyeken Domokos Géza a Kriterion együttest összeállította. Különben Bálint Lajosnak volt egy nagyon jó mondása, ő középiskolás osztálytársam volt, és akit másodéven kirúgtak az egyetemről, mert az apja kulák volt, és utána az irodalmi kiadónak, majd a Kriterionnak a kiváló műszaki szerkesztője. Azt mondta, hogy ez a kiadó azért megy olyan jól, mert itt csupa ütődött emberek vannak. No most ez az ütődött ember volt Mikó Imre, aki 57-ben kirúgtak az állásából, és könyvkereskedő raktárnok volt. Ez az ütődött voltam én, Hatházi Feri, aki a tankönyvferbe volt benne, őt nem ítélték el, csak kirúgták a tankönyvkiadói állásból. Szóval ilyen ütődött emberek voltunk. Engem és Bálint Lajos 89-ben akartak nyugdíjazni, mert akkor mi betöltöttük a 60-at, és akkor már a Kriterion elleni akció azon a ponton tartott, hogy akit lehetett Domokos Géza mellől eltávolítani, ő ott maradt a Kriterionnál a főnökség legnagyobb bánatára. Akkor kitört a forradalom. És akkor utána kitört a forradalom, és akkor megvált Géza. Ha akart, ha nem, megvált a Kriteriontól. Ez már aztán egy teljesen új fejezet. Az utolsó 30 év. Aztán azt a 89-es decemberi bukaresti történetet azt a udvarhelyen a televíziónál néztük végig, mert a televízió végig közvetítette, és egy esztendő múlva, amikor újra közvetítették, és újra ugyanebben a családi körben néztük, akkor röhögtünk azon, hogy hogy voltunk olyan hülyék, hogy ezt az átlátszó történetet bevettük. Az egy abszolút megrendezett dolog volt, amelyik arról szólt, hogy a Securitate-nak az a garnitúrája, amelyik már megelégelte Ceausescut és az összes hülyeségeket, amit ő meg a felesége csináltak, azok elhatározták, hogy őket félreállítják. Az arról szólt, hogy a Securitate második garnitúrája át tudja magát menteni ebbe az új rendszerbe. Domokos Gézának, aki nekem az igazgatón volt a Kriteriumnál, annak 28 dosszája van. Kányádinak azt hiszem, hogy 35. Oda be volt állítva a lehallgatókészülék, és aki ott megjelent, azt folyamatosan vette. Nekem van olyan barátom, aki 92-93-ban, amikor ez az egész dolog megindult, akkor megkapta a dosszárját, kapott 8 oldalt összesen. És amikor nyugdíjba ment, egy nagyon felelős beosztásban lévő ember volt, amikor nyugdíjba ment 10 év múlva, akkor szóltak, hogy van itt még valami, és kapott még 3000 oldalt. A kihallgatás alatt lévők mellé betettek lehallgatókat, besugókat, cellabesugókat. Nagyobb része ezeknek már korábban elítélt volt. Volt egy vasgárdista, aki 9 évre volt ítélve, akkor volt egy másik, egy olyan őrmester volt, aki aktív őrmester volt abba az időbe, Moldovába, az egyik moldovai városba, ahonnan bevagonírozták a zsidókat, és addig tologatták őket jobbra-balra, lezárt vagonba, mint mindenki éhen halt.
Úgyhogy őrült aparátusa volt ennek, szóval a legnagyobb kenyéradó gazdája volt az országnak. Hányan éltek belőle. Olyan is volt, hogy ráakasztottak egy megfigyelőt, hogy 8 óra 5 perckor itt volt, 3:49-kor megérkezett, egyenesen tovább, 3:49-kor megérkezett ide vagy oda vagy amoda, az aztán ment szét a hálózatba mindazoknak a dossziéjába, akiket érintett a dolog. 2019. április 10-e 10 óra. Aztán erre úgy, már aki tapasztaltabb volt, az hamarabb rájött, én elég későre jöttem rá, de végül is elmúlt.